Hidak, vallási, közéleti és kulturális heti magazin következik Pleyer Gábor műsora. A a nap legjobb része, hogy lesen sem feküdtél, ki észre. Karikás a szemed, de öltözte te holmész. A nap szemüvegedet, homlokodra tolnész. Mikor van éjjel, na és mikor van tapas? Állomást változ, csak egy, csak egy mozdulattal. Nincs jobb mint a reggeli kávé, az életed úgy is. Az éjszakáig füstös kis bárba, fújod a szakszit, szakszit, ritkán fogsz ki, figyelj, jó zsíros hagdít, néhány részek srác, a pultra törve párc. Hogy megszólaljon végre egy újabb slágerszám. Ó, recseg a rádió, a dalam alig és bevág eléd egy tűzpiros Alfa -róme. Hív már a jazz Megint egy jó buli lesz A beatboxos nélkül a taktust elnekezd. Csak ha jön Jön a reggeli kávé Az életed úgyis Az éjszakáé A fánkét a szólt Kiérezné jobban, mint a honlapod szíve, mi az elnére dobban, sodor a csak a mának élsz. az ország utakon a hajnalod földet ér, földet ér, földet

Szól már a jazz, a szíved is dobak ez, megint egy jó buli lesz, a tartust a sax is nélkül elnekezd. nincs jobb, mint a reggeli kávé, az életed úgy is, az éjszakáé, nincs jobb, mint a reggeli kávé, az életed végleg az éjszakáé, az életed végleg, az éjszakáé. Éjszakáé. Köszönöm a kedves hallgatókat, önök a Hidak heti magazin adását hallják. A mikrofonnál Blair Gábor. Mai vendégem Dömötör Tamás, más néven Döme. A beatboxos zenész, a, a, ö, talán úgy szokták apotrofálni, és ez nem csak legenda a világ második legjobb beatboxosa. Köszöntelek, régi ismerettségünkre való tekintettel, ha megengedik a riport során tegeződni fogunk. Szia! Szia. Egyelőször is hagyj kérdezzem meg, hogy hogy tettek az ünnepek. Hú, nagyon kaotikus napjaim voltak, főleg úgy, hogy azért a családdal is szeretünk úgy rendesen ünnepelni, és onnantól kezdve még a barátokkal is folytatva ennek a öröm mámorát. Hát nem nagyon szeretném részletezni, de keveset aludtam, de megérte értem, akkor egy picit, hogy a hallgatóink is megismerjenek. Ha jól tudom, te régi zenész családból származol, tehát a beatbox szalás mellett azért a klasszikus zenei alapokkal is megismerkedtél már a család, családon keresztül. Igen, édesapám, ő zongorát szintetizátoron játszik, és alapvetően fúvós hangszerek, szóval ő, ő pozanon játszik. Édesanyám pedig hegedül testvérem, meg ugyanígy ilyen szaxofon, meg így, szóval eléggé sokan ilyen különböző hangszerekkel játszunk én dobolni kezdtem el annó, de most így a szájdobolásnál ragadtam. Uh -huh. Ha jól tudom, nem csak dobol játszom hanem játszom más hangszereken is. Igen, igen, én mondhatni édesanyám inspirálása által én elkezdtem hegedülni, meg mai napig is azért így bármikor kezembe veszem a hangszert, azért még blattolni tudok mondhatni kottából. Meg így szeretek egyébként így pötyögni a zongorán, főleg ilyen kis ilyen diszonáns, ilyen kis jazzes akkordokban szeretek játszadozni, meg a latin eléggé megy. De de tényleg fanatikus próbálok lenni, és ragaszkodom a szájjal való kreatív dolgokhoz. Egy picit akkor majd erre rátérünk, hogy hogy alakult ki ez az életedbe, de még mielőtt erről beszélünk, van egy nagyon fontos mozzanat, és nem csak nekem nagyon sok zenész, a, aki kecskemétről származik, a, a, az azért sokat mesél nekem a városról, hogy neked is jelent ez valamit az életedbe, hogy kecskeméti vagy, illetve mit, milyen pluszt adott. Nagyon sok pluszt adott nekem, mert. Ahhoz képest, hogy már már több mint 12 éve beatboxolok. én 12 évet, mondhatni egy kicsit szörnyűen, de lehúztam kecskeméten a kodáiskolában. iskolában, és én úgy érzem, hogy annak a tematikája és tanulási lehetőségei szempontjából, főleg így az ének hangfejlesztése szempontjából én nagyon sokat kaptam az iskolától. Meg így kecskeméttől is, mert azért sok ilyen kulturális és művészeti események is lehetőségek vannak, amik... Így az ismeretségeim, meg a családi ismeretségeim segítsége által én csak fejlődtem kecskemétem. Egy párat megemlítenél csak, hogy halljuk. Hát alapvetően, ugye, mit tudom én, a családom is nagyon sokat segített gyerekkoromban, így az önkéntességet is így nevelt belém, hogy ilyen öregek otthonába jártunk, többször ilyen karácsonyi előadásokat tartottunk, rengeteg kórusban énekeltem az iskolán keresztül, meg kisebb ilyen kamarazenekarokban hegedültem, bicinium éneklési versenyek. Meg van például ez a Bohem Ragtime Jazz Band, ahol többszörösen így eljártam, meg így voltak ilyen kis kooperációnk, úgymond ezáltal a jazz zenével is egyre, egyre úgymond többet szívhattam magamba, és hát így tömören röviden ennyi, de így is tényleg tömörítettem. Nagyon sokat értem el. Igen, igen. igen. Akkor egy picit azért térünk át, hogy hogy jött el a életedbe a beatboxolás, illetve hogy találkoztál vele először, és hogy kezdted e ezek alapján te el? Hát ez egy vicces történet, mert öm, tényleg öm, én doba, dobolni kezdtem el annó, és akkor így öm, a kodái iskolában is, ahogy mond gyakorolgattam, és akkor így ültem a folyosón, nem is tudom már, azt hiszem, akkor voltam nyolcadikos vagy valahogy így, vagy hetedikes, nyolcadikos is így a folyosón már a nagy gimnazista fiúk, ugye ö, amúgy is ö, kicsit ilyen kisgyerekként kezelve is, így félve mertem hozzá oda, oda menni az egyik gyerekhez, akitől így hallottam ilyen kis hangokat a szájából, és úgy oda mentem hozzá, hogy nem -e foglalkoznál -e velem, és akkor én tényleg meghívom bármire, valamint legyen ez bármilyen üdítő, ugye? Akkor én én azt szívesen kifizetem, csak hogy adja át ennek a tudományát. És addig zaklattam, hogy elmentünk egy parkba, és akkor ott egy kicsit így foglalkozott velem, és onnantól kezdve egy barátság is elindult, és így autodidakta módon, hogy fejleszkedtem magamat. Mm -hmm. de a fejleszgetés egészen odáig ment, hogy azt hiszem elindultál egy világverseny, és ott, a, ahogy már mondtam, a második lettél. Ez, erről tudsz egy kicsit elmondani valamit? Hát ez a második lettem, hát mint alapvetően én lettem egy európai bajnokságon, ez az Emperor of the Mike, mert mint hogy a, a mikrofon császára versenyén, ami Ausztriában van, én ott tényleg második lettem, világbajnoki he helyezettségemet nem tudnám megerősíteni most, de... De, de vannak bizonyos koncertek, mint én zenélek egy ilyen Butterfly Effect nevű zenekarban amiben Vázsonyi János szakszofonozik, a magyar Bori énekel és Kardos kardosdani gitározik, és most pedig a Lombos Pál pedig nagy még csatlakozott hozzánk. Na hát ott szoktunk ilyen kaotikus fúziót, ilyen poénkodást csinálni, ahol mindig ellövi a kedves Vázsonyi János azt az ötletet, hogy én a világ második legjobb beatboxosa vagyok, ő pedig a világ második leghalkabb beatbox szakszofonistája, mivel az elsőt még senki nem hallotta. Aha, tehát e, akkor annyi igaz belőle, hogy Európa verseny lettél második? Így van. Uh, és ha jól tudom, akkor megint nagy vá fába vágtad a fejszédet, mert hogy pont most indultok uh, egy újabb európai versenyről, hallhatnánk-e valamit? Alapvetően um, próbálok mindig interaktív lenni ebben a beatbox familiában, és most uh, lett egy uh, olyan lehetőség, mivel a világ szintű változásokban én úgy látom hogy egyre nagyobb igény van a, a, közös kooperációkra, már mint ilyen kis ilyen csapat versenyekben. Most meghívtak minket egy Seköl Máté Nyikonyúk ilyen kétszeres országos, magyar országos beatbox bajnok barátommal együtt próbáljuk majd úgymond képviselni Magyarországot ebben a versenyben Belgiumban. Lehet tudni, hogy nagyjából mit fogtok játszani, milyen koncepcióval, vagy hogy ez ott fog kialakulni? Már készülgetünk egy-két ötlettel, megpróbálunk az eddigi magyar stílusokhoz hülyen kialakítani egyébként ötleteket, ami ugye így a magyar vúgyvorúgy lények, úgymond a vúgyvorgó lényekhez hülyen szeretnénk kompozíciókat kitalálni, ami csak, hogy így tisztában legyenek az emberek a vugyvorgás az ugye így szól amilyen szájrezgetéssel próbálok úgymond így kialakítani. De rengeteg ötletünk van, szóval próbálunk ilyen, ilyen kisebb ilyen, ilyen zenei feldolgozásokat is csinálni, még meglátjuk. Ha már beszéltél erről egy kicsit, nem prezentálnád a kedves hallgatónknak -e? legalább hmm. egy-két percig, mi ez belefér a riportba, hogy, hogy mégis halljanak valamit? Persze, persze, szívesen azért próbálom finoman kezelni, de remélem nem ijesztem meg a kedves hallgatókat. Tényleg a csak röviden, hogy képet kapjanak jó, jó. belőle, és ha esetleg kommentálnád utána, hogy, mit, hogy, és mit hallottunk. Hát csak hogy ne legyen fura, alapvetően ilyen dobhangokat utánzok most a számmal, csak hogy tiszta, tiszta legyen. Legyen egy P hang, ami ugye a kik. Vannak ilyen kám, és akkor van még ilyen kis hájhetem, és akkor most ebből csinálok gyorsba valami kis ütemet. Köszönjük szépen. Egy picit azért beszéljünk arról, mert mondtad, mondtad a Butterfly effektet, ahol azért nem kifejezette, ahol világzenét játszottok, jazz játszotok, illetőleg, illetőleg nagyon sok zenei formációt próbáltak ötvözni, és négy külön világból is jöttetek. Neked fontos az, hogy, hogy egy normál, zen, időben, időben, normál zenében igenis elhelyezik a beatboxot, és ugyanolyan szerves hangszerként működjön, mint más? Hát a világon én úgy érzem, hogy nincsenek annyira nagyon-nagyon sokan az olyan fajta csapatok, ahol a beatbox szó szerint minimum egy, egy, ha nem is azt mondom, hogy dobost helyettesít, de hogy így tényleg akkora részese az egész fúziónak, ami a színpadon történik, hogy hát mondhatni, nekem nekem ez nagyon bejön, ahol alapvetően régebben én ezért kezdtem el dobolni, mert hogy én zenekarokat szeretnék kísérni, csak azóta átalakult ennek a hangutánzásnak a, egy olyan formája bennem, hogy én ezt szeretném valahogy így megvalósítani. De ez egy olyan dolog, hogy rengeteg csapatban külön fúziók és olyan hangzásokkal kell úgymond alkalmazkodnom a csapathoz. A butterfly effect az megint egy más dolog, mert tényleg mindannyian a magunk is világát próbáljuk úgymond belefúzionálni, szóval én inkább mondhatni, hogy ha rendben van, a mondhatom így, mondjuk így a jazz, meg oké okay, a balkán, meg így a magyar népdalok, ugye most ez úgymond fúzionálódik az én kis modernebb, kicsit elektronikusabb hangzásommal, de mindig tanulok a csapattól is, szóval mostanság is mindig már a régi zenékbe is próbálunk olyan fajta, itt tudom én, ilyen jazzesebb hangzásokat is így belerakni, hogy én is ettől csak fejlődök, és igazából ez nekem csak, csak jó. És hogy állnak hozzá meg, és uh, uh, itt egy nagyon vegyes társaságról van szó, szóval már egyébként érintettük, mert egyszer a Bori volt már itt a Reportban hát, állunk, nem? és érintettük, hogy itt nagyon négy más világ voltak. Ugye a Mazsányi ános szinte a klasszikus zenéből nyergelt, tehát szakszofonista, a, a Kardos Dani, a jazz szakon végzett Babos Tanítvány, több filmzene szerzője, a Bori, a, a Magyar Bori a Bésodonba kezdte a pályafutását, és valahonnan a magyar népdal világából lőtt ki a Balkán és az egyéb világ és jazz felé, és te meg jöttél ugye a beatbox világából, ez egy nagyon érdekes műhely munka lehet. Hát a kezdetekben egyébként ugye visszagondolva, hogy azért már egy jó pár éve, hogy együtt úgymond megizzasztjuk a színpadon egymást, de a kezdetekben átgondolva sokkal, sokkal érdekesebb, szerintem még sokkal fesz, szabadultabbak voltunk akár lehetőségekben. Ma már azért igyekszünk szerintem sokkal stílusűbbek is lenni, mert mint most számomra ez egy olyan volt, hogy én régebben nem foglalkoztam annyit ilyen 10, 11 8 -ados, meg, meg 7-8-ados ritmusokkal, de úgymond a rabjává váltam ennek a művészetnek, mert, mert ez szó szerint már egy másfajta függetlenítés, és úgymond az agyas beatboxolása lehet ezt egyáltalán így hívni. Igen, nehéz volt egyébként fúzionálni ezeket az elején, mert még én se voltam talán ennyire jó ezekben a stílusokban, de én nagyon sokat köszönhetek ennek a nagy különbözőségnek a csapaton belül. És fontos az, hogy egy beatboxos ilyeneket tudjon, vagy legalábbis kínáljon ilyenekben, tehát már egy normál beatboxos rajtad kívül még nem nagyon láttam, hogy ilyenekben részt venne. Hát ez érdekes, tudod, ez, ez, mindig az igény az, ami, ami, ami szerintem meghatározza a világunkat, és meghallgatva azt, hogy a mai fiatalok egyébként mi, 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 miben vannak és milyen zenéket hallgatnak, hát eléggé így az elektronikus zene felé húz alapvetően a beatboxnak az iránya is, de én megmondom neked őszintén így ilyen, olyan családból születve, ahol azért eléggé meghatározó a, a komoly és a minőségi jazz zene, zene hallgatása és ennyiben annak a tisztelete én, én valahogy nekem a szívem jobban húz az ilyen élőbb dolgokhoz még a szünetület az jó lenne, ha el tudnád mondani, hogy milyen egyéb formációkban működsz. Hiha, hát... Um, ami már, ami talán a butterfly effekthez uh, képest egy, egy olyan csapat, amit, amihez próbáltunk lojálisan kezelve megmaradni és, és küzdeni egymásért, meg a, meg a kompozíciónkért. Van egy ilyen artist nevezetű zenekar, ami ugye az air, ilyen levegő, levegő artisták vagyunk, ami végül is arról szól, hogy van egy, van egy van egy doromb, és én pedig a beatbox, egy Markus Moirer a didgeridoon és Szilágyi Áron a, a dorombon, aki egyébként világszinten egy híres, édesapja nagyon híres dorom kész, készítő is Egyben. de nem is ez a lényeg, hanem mi alapvetően ilyen trendszes, ilyen, ilyen technó, ilyen kicsit felszabadultabbnak tűnt ilyen Ilyen monoton, uh, ilyen uh, extázis ilyen felé uh, uh, dübörgő zenét próbálunk kihozni magunkból. Ez más hangulat. Uh -huh. Szóval én uh, én ehhez mérten, én én azt szeretem benne, hogy ott tényleg olyan levegős technikai dolgokat építünk benne, hogy már ez egy kihívás, ha csak nézi szerintem a színpadon az ember elszédül. Szóval ez megint más, mint, mint ahol azért, mint mondjuk egy kicsit uh, stílushűen és egyben fúzionálva próbálunk dolgokat kialakítani, a, mint a Butterfly effektbe. Teg más dologba vagyok benne. Mondhatni, még egy-kettőt egy nevesítsünk, hogyha nem okoz problémát. Hát ami, ami nekem még nagyon most szívügyem, ez van egy szaxofonista cimborám, Mátrai Zoltán, aki ugye nagyon sok zenekarban ő is így kóperál, de ami a legfontosabb, amiben együtt így kóperálni szoktunk, az a Bohem Rectime Jazz Band, akivel ilyen mostanság ilyen gyerek előadásokat is próbálunk ö, együtt csinálni, hogy így a gyerekeknek is így reklámozzuk a ragtime, meg a jazznek így a, így a történetét, meg így a kialakulását, fúzionálva úgymond velem, ami úgy már így a végfejlete az egésznek. De... De rengeteg mást is csinálok, szóval ezen kívül mondhatni így a beatbox világban is ilyen versenyeket szervezek, megpróbálok. Meg, meg próbálok ö, úgymond olyan eseményeket létrehozni, amiben a kis beatbox közösségünk ide-haza, meg más versenyeken is megállja a helyét. Igen, azt láttam már, egyszer voltam egy olyan ö, foglalkozáson, ahol rengeteg fiatal beatboxos vett körül, ez most már jó három-négy éve lehetett, ha Igen. jól emlékszem. Igen. Tehát nagyon, ö, nagy, bár te se vagy egy túl idős ember, ezt el, el lehet árulni, de azért a fiatal beatboxos generációt rengeteget teszel. Miért fontos ez neked? Hát azért is fontos nekem, mert most egy ö, most egy szakot végzek a Kecskeméten a tanító képzőn, ami a pontos neve az, hogy ifjúság segítés. Ez sok mindent átölelő irány, amit így próbálok magamba szívni ebben és megtanulni ebben az iskolában, ami rengeteg problémát tanulunk, de amiért én most csinálom ezt az iskolát, az, az azért van, mert hogy szeretnék ilyen végül is beatbox táborokat is, és remélhetőleg akár állami közegek támogatásából is, szponzorációból úgymond egyszerűbb finanszírozási lehetőségekkel kecsegtetni a gyerekek felé is, mert azért egy ilyen tábornak a költségvetése lehet, hogy néha 80 ezer forint fölé is esik. De nem is ez a lényeg, hanem nekem, hogy ez miért fontos, mert én, amikor elkezdtem ezt a beatboxolást, ez, ez egy óriási lekötési lehetőség, és egyben egy fejlesztési lehetőség, úgy, hogy a gyerek észre se veszi, ha jó a tábor, vagy jó a program. És saját magam is egy olyan ember vagyok, hogyha van időm, és tényleg el tudok vonatkoztatni a dolgaimtól, a kötelességeimtől, akkor akkor ez egy óriási szórakoztatás tud lenni bármelyik gyereknek. Meg ugye nincs, nincs nem hangszerhez kötött, ha lehet így mondhatom, szóval nem tárgyhoz Te kötött. Tulajdonképpen maga alkotja és csinálja a zenét. Így van, és bár, bármit meg tud tanulni, bármi, hogy tudja alapvetően fejleszteni magát. Azt hiszem, a, eddig beszélgetésünkből kiderül, hogy neked mind a kreativitás, mind az alkotás, mind a spontaneitás és mind a fúzió nagyon fontos az életedben. Ez kiderült az együttesekkel. Meg tudod magyarázni, hogy miért? Miért így ez? Miért jó ez így? Hát, ha nagyon tömören és röviden kéne kifejeznem saját magamat, akkor én most a saját nevemen egyébként, mint Dömötör Tamás, ugye ezzel az öbetűs névvel én meg vagyok egy kicsit átkozva, mert nem minden használnak ilyen öbetűt, és akkor így elkezdődött ez a fúzionálódás, hogy akkor próbáljuk angolosan kifejezni ezt az öbetűs nevemet, mint Döme, amit ugye nem lehet mindenhol használni, mert valahol csak Dolme, meg ilyen különböző variációkkal próbálom. Már rögtem a legtöbb kínai és japán barátomon rögtem, mint beatboxosokon, hogy így nem tudják kimondani a nevemet, de nem is ez a lényeg, hanem ebből lett ez a The Magic úgymond kompozíció, mert hogy én tényleg igyekszem a gyerekekért is, úgymond az ifjúságért is, akik majd egy olyan generáció lesz, aki majd utána remélhetőleg viszi a pályámat tovább, de hogy így, hogy így tényleg egy valami varázslatot szeretnék átadni a gyerekeknek, hogy így úgy, úgy, olyan varázslatban vannak, hogy észre sem veszik, hogy abban vannak. Mm. És itt beszéltél ugye, hogy ifjúság segítő szakon végzel. Az lehet tudni, hogy az ifjúság segítés csak ebbe fog kijönni, vagy másba is szeretnéd, más területeken is szeretnéd ezt kamatosztatni? Hát tudod, most alapvetően így az iskola is köteleztet arra, hogy különböző tréningeken és ilyen csoportos fejlesztéseken kell, hogy részt vegyek, mert azért ez szép dolog, hogy én a beatboxot szeretném erőltetni, de azért rengeteg más probléma is van a főleg gyerekeknél, és most nem akarom részletezni, de, de, de azért fel kell kötnöm a gatyámat, mert a, nem biztos, hogy minden egyes gyereket le tudok majd evvel kötni, de remélem, hogy az aktuális problémájához mérten legalább egy pár percnyi, vagy akár egy órára el tud majd vonatkoztatni a gyereket evvel, hogy mi mondjuk egy zenét próbálunk összerakni, uh -huh. ami egy minimum, egy olyan boldogságnak a rezgetésébe próbálom terelni a gyereket, hogy... Hogy így ettől is. Hát nem is az, hogy elvonatkoztatni, mert attól ugye még a probléma nem oldódott meg. Szóval én azért is próbálok majd ifjúság segítő lenni, hogy alapvetően, hogyha mondjuk valaki jön hozzám, akkor én, ha nem is abban a pillanatban, de a később évek folyamán, én igyekszem megtalálni az ő problémájára az irányt, mert a problémát azt neki kell megoldani. Azt hiszem ez nagyon fontos szó, hogy, hogy hozzásegíteni, hogy megoldja a saját problémáit. Úgyhogy. Én azt javaslom, hogy akkor itt a szü ö lassan következik a szünet, hallgassunk egy kis zenét, és utána visszatérünk. Rendben. után visszatértünk. Egy kicsit úgy nem engedlek el innen, hogy még egy kis kompozíciót ne hallanánk, tehát arra kérlek, hogy megint mutasd be valamit a, a hallgatóknak, és utána mondd el, hogy ez mi volt pontosan. Hmm, jó, rendben. Hát akkor egy, egy kis kedvenccel. <coughs> Nem furcsa egy kicsit ülvebb szólni? Hát megmondom neked őszintén ahhoz mérten, hogy régebben még sokkal, sokkal többször ugye általában ilyen fürdés, zuhanyzás és mellékhelyiségeken egyébként mondhatni, én ülve is tudok ilyet csinálni, de természetesen furcsa, mert ugye legtöbb beatboxos így az egész testét is szokta használni, meg táncol közül, meg így feszíti az izmait, de hozzá lehet azért szokni, most éppen egy kis ilyen jazzesebb formára vettem, amit így ülve is akár. Aha, mi volt ez a kompozíció? Ez a kompozíció, hát nekem talán az egyik legnagyobb inspiráció az életemben, az Bobby McFerrin aki jó lehet, hogy nem is a világ legnagyobb beatboxosa, de ahhoz mérten hogy ő hogy a hangjával és egy-két hanggal pluszba egy beleépítve szerintem ő egy külön stílusú beatboxos, ha lehet így nevezni. Ő azért is nekem egy nagyon fontos személyiség, mert én nekem nagyon sokat énekeltem az életemben kórusokban, meg rengeteg bicinum éneklés meg ugye már már mint említettem és ezért én nagyon érdekesnek találtam azt, hogy ő hogyan tud ilyen szépen, és mondhatni ezzel a légzés technikával énekelni, énekelni és én addig-addig tanultam ezt a technikát, hogy megtanultam, ha most szabad, szabad, még egyszer reprezentálnom ezt a ezt a befele szívásos éneklési technikát, és ez amazing. Uh, itt, itt nagyon fontos dolgot mondtál, egyébként Bobby Pekfelelőnől úgy is emlékezzünk meg, mint a ez hál' nem csak emlék, uh, úgy is, de azért úgy emlékezünk róla, mint aki uh, tulajdonképpen a 20. század második felében a zenei kultúrát valamilyen szempontból befolyásolta, megváltoztatta az ő egyéni stílusával le. Egy picit ezt még esetelnéd, mert szerintem ezt érdemes a hallgatóknak is tudni. Ha tudod, persze. Hát um, most nagyon pontos, professzionális... Uh, nem erre vágyom. Ja, értem. Hát Bobby McFerrin, én megmondom neked őszintén, amikor én először láttam Bobby McFerrint, ezzel a Drive nevű nótájával nekem az, azért is a legfontosabb felvétele, és ajánlom mindenkinek, hogy sőt remélhetőleg le is fogják adni pont ezt a számot, mert én ezt szeretném kérni, és mindenkinek ajánlom. A lényeg, hogy a videóban ő ebben beatboxol is, ha mondhatom így, hogy nem csak ugye ezt az énektechnikát használja, hanem a mikrofont ide a, ide a, ugye a torkához rakja, és ilyen szó szerint ilyen szájrezgetéssel, ilyen két hangos dolgokat is csinál, vagyis ő ő ebből látszik, hogy azért beatbox technikákat is alkalmaz, csak olyan kereteken belül, hogy azért a, az ének technikáját ne veszíts el, vagyis a saját maga stílusát ne veszíts el. És szerintem most jó, mondhatnánk egy, mondhatnánk egy másik nevet is, például a másik kedvencem Al aki majdnem, hogy egy a ilyen szinten... klasszikus egyébként. Hát, így van, szóval, hogyha hát klasszikusokat említünk, akkor szerintem ő is egy ilyen technikában és stílusban adja elő a, vagyis hát ilyenek az előadásai, de nekem mégis valahogy Bobby McFerrin azért jobban csatlakoztatható -e ez a beatbox familyhez mert mondhatni, ő adott is egy gyönyörű interjút, van ez a Beatbox Battle TV, ha szabad így reklámoznom, amiben én is rengeteg videón van, ez, ők egyébként a fő támogatók és, és, és csapat, akik ezt a világversenyt így szervezik, és ő is adott egy interjút Bobby McFerrin érdemes megnézni azt a videót is. Nagyon, nagyon szép dolgokat mesél így a régi időkről. Hát akkor javasoljuk a kedves hallgatóknak, hogyha esetleg arra járnak, akkor ebben hallgassanak bele. Viszont nem, még egy dolog jutott eszembe, hogy ugye neked most új év előtt volt egy-két nagyon nagy koncerted, nagyon nagy eseményeken. Erről azért beszéljünk, ha jól tudom, a havasi koncerten is téptél fel. Igen, úgymond életemben először lehettem részese egy olyan projektnek, ahol tényleg nem tudok más mondani, azért rengeteg minden össze van, össze van kapcsolva, mármint most így fénytechnika, tánc és, és a zene és az egész kompozíció, ez egy akkora projekt volt számomra, ez a Havasi Szinfonik, ami egy újabb szint számomra az, az életemben, mert ennyire taktjára és pontosan megszerkesztve mindent, még soha életemben nem csináltam, természetesen megoldottuk a helyzetet, és szerintem ö, ö, ebből. Ebből csak is jól jöhettem ki, mármint mindenki, mármint én bizonyítottam azt, hogy én azért fülessel is, meg takjárrel, meg mindenféle malőrrel együtt én, én tökéletesen improvizálva kísérem, és egyben, és egyben kóperálok a, a szerkezetében. De élménydús volt, főleg úgy, hogy hogy, hogy mondjam neked, én még nem 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 vettem arénákban részt, és életem azért életem legnagyobb élménye az volt, hogy 12 ezer embernek egy arénában kétszer elő kellett adni egy sót, ugyanúgy, tökéletesen, precízen, és közben 12 ezer ember, szóval az így, amikor a vakuk így mutatják, hogy hány ember van benne, hát ott azért le kellett nyelnem egy-két nyálat ahhoz, hogy így tényleg így beatboxolni tudjak, de óriási élmény. Milyen volt az egész show? Mik, mik voltak még benne, emlékszel el? Hát Mókus Edina egyik kedvenc, kedvenc lúpolós és gyönyörűen éneklő és hegedülő személyiségem, mint személyiség, akit így ismerek. Ezen kívül az Experience Dance, Group, meg rengetegen sokan mások is voltunk, volt ugye az, az Andy is, ugye ő dobolt velünk, volt egy ilyen kis kooperációnk, ahol mondhatni, ilyen battle szintű ilyen kis dobos beatboxos részek is voltak. Nagyon izgalmas volt a show egyébként, nagyon szépen volt összeállítva. Uh -huh. Hát uh azt hiszem, hogy aki hallottanak, ezek egy nagy visszatérő élmény lesz, vagy szépen emlékszik rá, aki, aki meg nem, az, az sajnálhatja, vagy biztos majd valamilyen úton módon felvételekről meg tudja hallgatni. De térjünk egy picit vissza arra, hogy, hogy Beszéltünk már a múltról, beszéltünk már, hogy kezdted a dolgokat, beszéltél a legkedvesebb projektjeidről, meg a igazán nagy eseményekről az életedről. Mik a hosszabb távú terveid azon kívül, hogy most elmész erre a európai megmérettetésre? Hát reménykedve azért több célunk van ebben a megmérettetésre, mert hogyha most márciusban úgymond bekerülünk egy olyan kvalifikálásba, hogy még akár tovább is juthatunk, mint magyarok, akkor még plusz két másik beatboxos is keresnünk kell, mert a kolandok kezdve már négyen együtt képviseljük úgymond a világszintű csapat Beatbox bajnokságon Magyarországot. Ez úgymond így a, így a nyári tervem, de hogy így a jövőre előre előre látva, hát sose tudni, hogy mi lesz. Én remélhetőleg mondanám, hogy most lekopogom, de kicsit messze van az asztal, de, de ugye az iskolám minden rendben lesz, és a gyakorlati részlegemet is megteszem, és megszerzem a papíromat, ebből és megvédem a portfóliómat, ugye? Akkor én szeretném minél hamarabb elkezdeni egy, ezt a mármint ennek a tábornak, az minimum a tábornak a szervezésének a, a folyamatát, mert minimum jövő nyáron szeretném már azt, hogy Évi rendszerességgel egy ilyen találkozási lehetőségünk legyen, ahol így egy ilyen kis tréningen így fejlesztjük egymást, legyen ez 14 év alatt vagy 14 év fölött. Uh -huh. Egyébként, ha, ha már ifjúságvédelemmel, meg ifjúságfejlesztéssel foglalkozol, hogy látod a mai ifjúság uh, problémáit, vagy miben látod azt, ami, amiben plusztud tud adni a ti generációtok ehhez a dolgokhoz? Hát én megmondom neked őszintén, hogy alapvetően egy ilyen néha, néha kosza is vagyok ebben, de, de mint a zene alapvetően nekem a függetlenítést tanít, verte belém tanította meg, és legyen ez zongora, legyen ez akármi más, vagy, vagy dobról beszéljünk, most én nekem a kedvencem az, amikor például egy doboshoz beszélek, miközben dobol, és ő közben figyel rám és tud reagálni rám. Szóval alapvetően a beatboxolás is egy kicsit ilyen, hogy miközben te beatboxolsz a száddal, nagyon fontos az, hogy te annyira alapszinten tudod már kezelni ennek a használatát, hogy akár tudsz másra is figyelni, szóval szerintem ezt kell valahogy az életben is kialakítani, legyen ez bármi, hogy miközben haladsz, akár egy zebrán, te közben más emberekre is figyelsz. Ez olyan, mintha egy, egy, autő, a, a, egy autót vezetnél. Nem figyelünk egymásra? Én úgy érzem, hogy mostanság nem kell, nem figyelünk egymásra kellőképpen. Aha, tehát nem halljuk egymás gondolatait, nem tudjuk a szokásainkat. Ez mitől lehet? Hát szerintem a, alapvetően nem akarok nagyon rámenni, meg így, így kitűzni dolgokat, de de úgy érzem, hogy el elide, elidegenedünk egymástól, egy kicsit így ezt érzem, hogy mindenki saját magára gondol, ami nem baj, csak hogyha közösségeket építve kell egy, egy akár egy bizniszt, vagy egy, vagy egy valamit összehozni, egy produkciót, akkor ez szerintem a legfontosabb. Azt hiszem, hogy nagyon fontos dolog de akkor egy kicsit nézzük meg a te életedet. hogy éppen nem beatback szólsz, vagy, vagy, nem a zenével foglalkozol, mi az, amivel a szabadidődet szívesen eltöltöd? Vagy mi az, amivel te fel tudsz magad tölteni? Vagy ez a munkád? Én alapvetően most tudod, mint így a hangok mestere, vagy így a hangok rabja, én ala mindig problémákba ütközök akkor, amikor, amikor a szavakkal úgymond kezdeni kell valamit. Mindig ezt szokták mondani, hogy nagyon sokat beszélek, és néha nem is köthető össze a mondani valóm, de erre igyekszem figyelni, főleg itt, hogy most a rádióban vagyok. De ezért is kezdtem el főleg ezt a blogolást, ami engem egyébként nagyon leköt, hogy legyen ez egy, nevezzük ezt a naplónak, vagy akárminek is, de úgy próbálok blogolni, meg videoblogolni az életemben, hogy én egyben ebben fejlesztve információt gyűjtök úgy, hogy én a tudatosság szempontjából csak fejlődök, de ami mostanság számomra a legérdekesebb, ez a slam megmozdulás, amit így a fiataloknak is ajánlok, hogyha így összetudunk jönni, és ilyen téren is tudunk a problémákról beszélni akár, hogy ő csak kiáll a mikrofonba, és elmondja abban a három percébe, hogy ő mit gondol, akkor lehet, hogy én már többet tudok az ő világáról. Hogy néz ki? Tehát mondjuk ki, el, tehát ki van téve egy mikrofon, ugye? Körbeveszi, most csak hasonlítottak 30-40 ember, és egy valaki kiáll, és három perce van arra, hogy elmondja, hogy mit gondol? Hát én most kecskeméten próbálok ebből a híros szlemből kihozni valamit, ami annyi, hogy már, már régebb óta működik, csak most kezdünk mondhatni annak a professzionalitása terén, úgymond előrébb jutni, hogy egy YouTube channel videókat akarunk feltölteni, meg valami logó, meg hogy ennek a dizájnját, meg a marketingét egy kicsit jobban kitalálni, de alapvetően azt veszem észre, hogy a gyerekek szeretnek eljönni, és ha főleg, ha van egy ilyen verseny, hogy mondjuk van tíz szó, amit előre kitalálunk, hogy bele kell építeni ugye a szövegbe, vagy van egy aktuális téma, ami, ami, ami eléggé izgalmasnak hangzik, meg mindenkit érdekel, akkor a köré kell úgymond azt a háromperces szlemet megírni, és ez olykor kiakasztó, és oly, olykor kellemesen meglepő szövegeket hozhat. Én nagyon izgalmasnak tartom az ilyen eseményeket. Tehát mindenképpen, ahogy a zenébe a spontaneitás, bár az se spontan, mert ott is egy csomó tudás kell hozzá, úgy pedig a szövegben a tudatosság felé haladsz, ha jól értelmezem a dolgokat. Így van. Blog témáidban mi az a, mik a leggyakoribbak, vagy mi az, ami, amiért érdemes volt elkezdeni blogolni? Hát én nekem most alapvetően két nagy kompozícióm van, ami köré hogy az információkat küldöm, ugye, mint említettem, a varázslat, mint The Magic, ugye, és én alapvetően most ez a fő blog vonalam, hogy What's the Magic of the Beatbox, ami annyi, hogy mi a varázslata, vagy mi a varázsa a beatboxnak, én körül, keresem az ilyen csatornákat, meg világszintű ilyen kis közösségeket próbálom úgymond így abban is interaktív lenni. A másik ilyen öm, kis ötletem, amit így kitaláltam így a mondani való terén, az pontosan ennyi, hogy The Meaning and the Censorship, ami annyit jelent, hogy ugye a cenzúra és a mondani való. Ez két nagyon erős szó, hogy miről, nem, hogy miről nem szabad beszélni, de miről, mi az a gondolat, amit, amit muszáj megemlíteni. Akkor ebbe egy picit menjünk bele, ha már így belekezdtünk, bár veszélyes dolog, de nekem érdekel, hogy egyáltalán hogy jutott ez a kettő eszedbe, és mire jutottál? Mire jutottam? Hát egyelőre csak a zenében merem ezt elkezdeni, hogyha valamit nyilvánosan blogolni elkezdek, és az pedig az, hogy nagyon érdekes világban élünk ma, amikor szerintem a könnyen ben emészthető gondolatokat úgymond könnyebb is eladni, és sokkal nagyobb réteg is hallgatja, viszont én mondhatni vagyok ennyire, hát ha lehet ezt a pervers használni, akkor én szeretem az olyan fajta szövegeket is, amiben egy kicsit merészebb gondolatokat is mondanak, de mégis valahogy annak az arányát megtalálva, hogy hogy, hogy mégsem, hogy mondjam finom, hogy mégsem okozol a másikban valami akkora fájdalmat, hogy ő abból nem tud, nem tud felépülni, vagy nem jön rá a megoldásra. Uh -huh. Fontos kimondani az igazságot? Mindennek megvan a maga pillanata és ideje, szóval én nagyon sokat gondolkodtam és próbáltam valami, valami olyan, olyan kompromisszumot kötni a saját magam szociális, szájbertéri felületeivel is, hogy aki látja az én dolgaimat, avval is valami olyan, olyat posztoljak, vagy olyat osszak meg, ami egyben épít is, de azért, de azért úgy nyitja fel az emberek szemét, hogy nem okoz Belső fájdalmat, És ennek az arányait megtalálni nagyon nehéz. Te általában a privát beszélgetésébe törekszel erre, vagy hogy, hogy azt na, észrevettem rajtad, hogy egy nagyon kíváncsi ember vagy, tehát te, te tényleg érdekel, amit a másik mond, és így it tudsz világokat teremteni, hogy más világokba is belemész. A be beszélgetésedbe be, ezek is pontosak, tehát az igazság, a kíváncsiság, a világ, világra tekintést, te a hogy állsz ebben? Hát én először szeretem felmérni a terepeket, vagy mondhatni az embereket is. Így szeretem felmérni, mert azért a bizalom és a megnyílásnak, a, a mennyisége az szerintem akkor nyílik meg, hogyha egy olyan közeg vagy egy olyan érzés alakul ki kettőn között, hogy én bármilyen módon, vagy akár más formában is lehetek, úgymond euh, igaz, megmondó, akkor szeretek ilyen lenni, de alapvetően mindig megadom annak a finomságának a helyzetét, hogy nem török egyből a te életedbe bele. Tudunk ma még beszélgetni? Most egyáltalán most a családok, közt, barátok vagy akár párok tudnak egymással beszélgetni? Hát én a saját családomnál is néha úgy érzem, hogy vannak témák, és főleg így ebbe a mai erős korszakunkban, mert szerintem történelmi korszakot élünk, nehéz, nehéz úgy beszélgetni, főleg úgy beszélgetni, hogyha különböző szinteken is színvonalon vagyunk. És hogyha. Az ember nem tudja egyébként leküzdeni a saját maga egóját, akkor nagyon nehéz figyelni a másikra, és szerintem ezt kell, el, ezt kell elsősorban megtanulni a saját magának, mindenkinek, hogy egy jó beszélgetés kialakuljon, és türelem, és annak az ideje meglegyen, hogy úgy tudjunk beszélgetni, hogy türelmesen az egót úgymond egy kicsit, Elnyomva, vagy legalábbis minimum annyira elnyomva, hogy, hogy ne, ne ordibáljunk bele a másiknak az éppen aktuális mondandójába, hanem legyünk türelmesek akár megválni a végkifejletét, és esetleg így reagálni. Mert én mostanság ezt érzem az emberekben, hogy annyira gyorsan pörgünk, hogy még arra sincs időnk, hogy megvárjuk a másik mondandójának a végét. Uh -huh. De olyan, mintha csak a saját gondolatainkat hallanánk? Igen, és ezt ilyen, és ilyen, ilyen repetitívan, repetitívan, úgymond így többször és egyfolytába. Ami jó értem én, mert azért, ha mondhatom így, ez, a, ez a, a manipulált marketing mögött azért ott van az is, hogy te szeretnéd az, hogy érvényesüljön az a dolgod, amit te szeretnél, de mégis nagyon sokat kell gondolkodni szerintem abban, hogy ez mennyire építi a te világod az egész világét. Igen, egyébként egy művész esetében még érdekesebben ahhoz, hogy táplálja a művészetét, oda kell figyelni egy csomó mindenre, viszont hogyha át akarja adni, akkor viszont elő kell venni az egóját, mert kell az az önbizalom, hogy, hogy elő tudja adni. Te hogy vagy? Én szerintem nagyon-nagyon sok egót vesztettem ahhoz képes, mint amikor sokkal fiatalabb voltam, és igazából nem érdekelt a világ se. De tudod, az a baj, hogy azt szokták mondani, hogy a boldog tudatlanság, csak minél többet tud az ember, annál annál jobban feszélyezve érzi magát bizonyos gondolatoknál, egyben azért, hogy nem akar megbántani másse, kettő pedig azért, mert, mert azért vannak problémák, amiket valahogy ki kell fejteni, de mégis finoman, és művész ilyen. Na ez, ez a csodás az egészben, hogy valami olyan költői metafora mögé, ami mégis erős. Azt hiszem, ez nagyon érdekes, és nagyon, nagyon sok új problémát vetette. Figyelj, a, a, a riport végére egy csomó, csomó, olyan kérdést nyitottunk meg, ami még egy riport majd egyszer áll, szerintem majd egyszer állunk elébe. De itt a legvégén viszont a, azon gondolkodom, hogy a, kik azok a mai példaképek, meg kik azok a, a, a akár könyvbe, akár zenébe, akár, akár csak sima barátságba, akikre azt mondod, hogy megtermékenyítik másnak az életet, vagy a tiedet. Hi. Beszéltünk ugye, mert Ázsaróról, Bobby megfeléről, de vannak még olyanok, akikre azt mondod, hogy időt szánszor, hogy meghallgass, leüljél, és utána beépítsd a gondolataidba. Hmm. Hát tudod, ez én nagyon az amplitúdója annak, hogy, hogy így mikor mit szeretek, ez eléggé sűrűn változik, és, és, és rengeteg, de ez most ha, ha egy metaforába kéne zeneileg így fúzionálnom, akkor én azt mondanám, hogy volt amikor olyan idő, amikor kellemesnek mondható old school, úgymond vidám sub monstert hallgattam, ma meg, ma meg el kell fogadnom azt, hogy hogy csak építhet pluszban az is rajtam, hogyha olyan dolgokat is hallgatok, mint például egy kezdet fiai, amiben rengeteg olyan mondani való is van, aminek utána kell néha nézni, mert én se vagyok azon a szinten, mint ők például, de most ezzel nem, nem őket akartam teljes mértékű példaképnek egyébként felhozni, bár velük sincsen szerintem semmi probléma, mert azért így a slam vonalában is ők egy olyan dolgot indítottak el, de Példakép? Hát mikor ki a példakép? Én mondanám neked azt, hogy volt már olyan munkám, amikor olyan kórházi közegekben voltam, amikor például egy, 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 egy nővér, egy ápoló ma már itt egy ilyen helyzetek mellett egy óriási példakép lehet egy kitartása mellett. azt hiszem, ez nagyon fontos. Akkor még itt tényleg már alig másfél perc van vissza a hogy, hogy, mit gondolsz arról, hogy hogyha ma el akar -e indulni egy fiatal, hogy keresse meg a saját hangját, mit csináljon? Zárásképp. Hű. Hát én, én, saját magamon veszem észre azt, hogy nekem egyben szerencsém is volt, mert, mert tényleg a családom, a barátaim eddig megalapozták úgymond a jövőjét annak, hogy én, én tudjam azt, hogy én nekem milyen utat kell járnom, mert én úgy mit szeretek. De ahhoz, hogy saját maga megtalálja magát, csend és figyelem, ami most ez annyi, hogy meg kell ismerni a világot ahhoz, hogy te tudd, hogy milyen részérévé tudsz válni. Azt hiszem, ez nagyon szép végszava volt a mai riportunknak. Nagyon szépen köszönöm Dömetar Tamásnak, hogy itt volt, illetőleg a hallgatóink megtisztelő figyelmét önök a Hidak heti magazin adását hallották. Sok között című sorunkat hallották. Köszönjük a figyelmet!